Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk Kunné Nánási Mónika, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár megbízott intézményvezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek ismét. Nemrégiben került megtartásra a néptáncos bál. Hogyan értékeli a programot? Igen, ez év november 18-án valósítottuk meg a 20 éves jubileumi néptáncgálánkat, illetve ezt követően a néptáncbált, amely azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatban és fantasztikus sikereket hozott a fellépő néptánc csoportjaink számára. 20 évvel ezelőtt, 2003. november 3-án volt az első gyermektánc, illetve néptánc foglalkozás a Dériné Kulturális Központban, és azóta nagyon sok idő telt el, nagyon sok kisgyermek nevelődött ki a kezünk alól. Én jó magam ugye az óvodás korosztálynak a csoportját vezetem, és Oroszné Milinkó Ferit, a kolléganőm pedig a nagyobb alsós, felsős, illetve a gimnáziumi korosztály számára tart táncfoglalkozásokat, és nagyon sok kisgyermek nevelődött ki a kezünk alatt az elmúlt 20 évben, és úgy gondoltuk, hogy ez az elmúlt 20 év, ez megéri azt, hogy egy szép néptáncgálával ünnepeljük meg a néptánccsoportok megalakulását, és örömmel mondhatom el, hogy Rita kolléganőmnek sikerült régi táncos gyermekeket is visszahívni ezen alkalomból, akik nagyon szívesen vették azt, hogy újra felléphetnek a színpadon, illetve újra táncolhatnak, és többen közülük azt mondták, hogy bár maradt ki az életükből egy pár év a tánc tekintetében, de szeretnének visszacsatlakozni hozzánk. Úgyhogy egy másfél órás néptáncgálás műsorral készültünk a érdeklődőknek, illetve a kedves szülőknek, illetve a bálban résztvevőknek. És nagyon fergeteges műsor volt, hatalmas tapsot kaptak a gyermekek, és nagyon büszkék voltunk rájuk mindketten fent a színpadon, és ezt követően pedig egy néptáncbált hirdettünk meg, amelynek célja az volt, hogy a bevételéből a Dérinében működő néptánccsoportok ruhatárát tudjuk bővíteni, hiszen nagyon sok ruhánk van már, de mégis mindig újabbak és újabbak kellenek az új koreográfiákhoz, illetve hát a használat során azért csak egyik-másik tönkre is megy sajnos, és elmondhatom, hogy igen szép összeget sikerült összegyűjtenünk ennek érdekében. Nagyon nagy segítségünkre voltak a szülők, akik folyamatosan keresték a támogatóinkat, illetve a városból több vállalkozó is nagyon szép adománnyal járult ahhoz hozzá, hogy ez a bál megvalósulhasson, és igazából a Karcagért közalapítvánnyal kézenfogva valósítottuk meg ezt a bált, hiszen ők voltak azok, akik segítettek bennünket abban, hogy a befolyt összeg az ő számlájukra került, és onnan fogjuk tudni megvásárolni a néptánc ruháinkat majd. Igen, hiszen ugye a szakkör keretei között a Dérinében a néptáncos foglalkozások minden évben megtartásra kerülnek. Nagyobb mindig az érdeklődés? Tehát van egy ilyen tendencia? Valószínűleg, hiszen ahogy elmondta, visszatérő tagok is vannak már. Igen, elmondhatom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a néptánc iránt. A pandémia előtt is nagyon sokan jöttek és szerettek bekapcsolódni a tánccsoportok életébe, hiszen nagyon jó kis közösségek alakulnak ki, és amikor valaki óvodáskorban elkezdi, és még gimnázium időszakában is táncol, ez alatt a hosszú év, 8-10-12 év alatt nagyon-nagyon jó barátságok és kapcsolatok tudnak kialakulni ezekben a csoportokban, és nagyon tartós, egy életen át tartó barátságok is. És most, hogy a pandémiának vége lett, illetve a nehéz időszakokon is túl vagyunk, megint csak azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, és jönnek, és szívesen jönnek, és folyamatosan kapcsolódnak be a csoportok életébe az újabb tagok. Hát egyfajta olyan hagyományápolás zajlik ott, amit tényleg lokálisan ott tudnak megszerezni ezek a fiatalok. Így van, a foglalkozások többsége óvodáskorban kiemelkedően, de még alsó korosztályban is a hagyományápolásra, illetve a hagyományok felidézésére, illetve megelevenítésére fókuszál, és nagyon sok olyan körjátékot, dalos népi játékot tanulnak a gyermekek, amely által a néphagyományokhoz tudnak kapcsolni. Ugye felső tagozaton, illetve a középiskolás korosztályok, azok már a különböző koreográfiákat tanulják be, de azok, ők is nagyon sokszor bekapcsolódnak a hagyományápolós programjainkba.
A néptánc gálát követően ropogott tovább az idő, és advent időszakába kerültünk, és a hétvégén gyúl fel az adventi koszorú harmadik gyertyája. Beszéljünk az első két adventi alkalomról, hogyan zajlott. Igyekeztünk ebben az évben a kolléganőimmel, illetve kollégáimmal úgy összeállítani az adventi programot, hogy minden korosztály megtalálja benne a számára legjobbat, és az adventi programokat is a Karcagért Közalapítvány támogatásával tudjuk megvalósítani. Az első programunk az december 2-án zajlott a Városháza első emeleti dísztermében, ahol lángra gyúlt a városi adventi koszorú első gyertyája, melyet F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője gyújtott meg. Majd ezt követően Szing Vikinek az adventi műsorát hallgathatták meg az oda ellátogatók. December 4-én hétfőre hirdettük meg a Fényképezkedj a Mikulással programot a Városháza előtti térre, és szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, hiszen bár hideg volt, de nem esett az eső, így a Habakuk zenekarral közösen a gyermekek elő tudták csalogatni a Mikulást a mi városunk főterére, és a Mikulásházban lehetősége volt minden kisgyermeknek egy közös képet készíteni az hozzánk ellátogató Mikulással. Majd december 9-én a sportcsarnokban délelőtt rendeztük meg az adventi játszóházat, ahol nagyon színes programokkal vártuk a gyermekeket, hiszen itt volt velünk a népi játszótér, kézműves tevékenységekkel a Máltai Szeretett Szolgálat karcagi csoportjának aktív tagjai hoztak szintén kézműves tevékenységeket, csillámtetoválást, itt volt a bolyongó labirintus, ami karácsonyhoz, az advent időszakához kapcsolódó feladatok mentén tudtak a labirintusból kiszabadulni a gyermekek. A Kócos Manó csapata is itt volt, és különböző adventi frizurákat, fonásokat készítettek a gyerekeknek, arcfestésre volt lehetőség, légvárat ingyen használhatták a gyermekek. A Dérinében működő Rumi klub is kijött a sportcsarnokba, és elmondhatjuk, és nagyon örülünk neki, hogy a gyerekek egyre inkább szeretnek bekapcsolódni ebbe a társasjátékba, és nagyon szívesen játszanak a felnőtt korosztállyal közösen. És akkor mézes kalács sütésre is lehetőség volt, hiszen a sportcsarnok előcsarnokában egy nagyobb mennyiségű mézes kalács tészta gyúródott be, és abból készíthették el a gyermekek a karácsonyi mézes kalácsaikat, illetve minden kisgyermeket, szülőt, aki ellátogatott hozzánk, egy finom palacsintával láttuk vendégül. Ezen a napon került sor a második adventi gyertyának a meggyújtására is. Így van, és szerencsék volt délután is az időjárással, hiszen nem esett az eső, és kint a Városháza előtti téren tudtuk meggyújtani a második adventi gyertyát, amelyet Sári Kovács Szilvia, a polgármester asszony gyújtott meg, és a Karcagváros vegyes karának kamara kórusa lépett a színpadra, és az ő adventi kórus kavalkádjuk című műsorát hallgathattuk meg, amely nagyon hangulatos volt. Abszolút az ünnephez illő volt. Hogyan tervezik a harmadik, illetőleg a negyedik gyertyagyújtását? A harmadik gyertya meggyújtására most a héten szombaton 16-án 4 órakor kerül sor a református nagy templomba, ahol az adventi gyertya meggyújtását követően, mint minden alkalommal szintén egy téli mesét fognak meghallgatni a templomba eljövő kedves vendégeink, illetve Gájer Bálint adventi műsorával szeretnénk kedveskedni az oda ellátogatóknak. A negyedik adventi gyertyát pedig 23-án 4 órakor, szintén 4 órakor a római katolikus templomban fogjuk meggyújtani, és ott pedig a Györfi István katolikus általános iskolai Szent Erzsébet óvoda tanulói fognak adventi műsorral készülni. És utána perceken belül ott lesz az év vége, milyen programokat terveznek Karcag városában? Hát ebben az évben az adventi gyertyagyújtásokkal befejeződik a mi programszervezésünk, és januárban, amikor újra nyitjuk majd a Dériné Kulturális Központ kapuit, akkor már terveink vannak, hiszen következnek majd folyamatosan a szokásos programjaink, a Magyar Kultúra Napja program, a kolbász ízesítő verseny, amelyeknek az előkészületei már javában zajlanak. Hogyan értékeli 2023. év program kínálatát? Én azt gondolom, hogy nagyon színes program kínálata volt a 2023-as évnek, mint szabadtéri, mint
belső programok tekintetében, és azt láttam, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a programok iránt, és a város lakossága egyre nyitottabb minden programunkra, és szívesen jönnek és vesznek részt ezeken a programokon. Én bízom benne, hogy hasonlóan színvonalas és nagy létszámban látogatott programokat fogunk 24-ben is megvalósítani. A terveink megvannak hozzá. A kollégáim, kolléganőim már nagy erőkkel dolgoznak azon, hogy a 24-es év is hasonlóan sikeres legyen. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!